Székelyföld közepén vonul végig észak-dél irányban a Székelység sorsszerű hegysége, a végzeteket és titkokat magába fogadó, életet és halált sodró Hargita hegyláncolata. Ennek két oldalán éli le küzdelmes sorsát a Székelység. Víz mosta völgyeit, színakaszálós havasait, szálerdős rengetegeit, sejtelmes történetekkel teli zugait járjuk az írók mesébe ringató tollanyomán. Kevés népet alakított úgy magához hegyvidék, mint a Hargita, a Székelyt. Itt küzdenek ők a Maros és az Olt völgyében, a szűken mért földdel és a bőségesen juttatott rengeteggel. Ez az a misztikus vonzerő, ami a hazajárót is rendre idehívja a Székelyek Szenthegyére. A keleti Kárpátok belső körívének karakán láncolata, a Hargita központi és déli vonulatát már megismertük. Most a magas fennsíkokból kiemelkedő fiatal vulkáni építmények sorozatából álló északi tömbjére jöttünk. Elmerülünk zord és lakatlan erdőségeiben, vadakban és ásványokban gazdag rengetegében, körbenézünk megkopott kráterperemeiről, és találkozunk a havasi emberekkel, akik évezredek óta élnek szilárd sors közösségben a hegyjel. Épp oly nyersek, szabadok és vadak, mégis érintetlenek és misztikusak, mint a rájuk bízott Hargita. Északról, a gyergyói kicsipongról indulunk a Hargita első vulkáni kúpjára, az Osztorosra. A kék kereszt, majd a kék jelzést követve haladunk délnyugat felé a gerincen, majd a gőzös tető nyergén átkelve emelkedünk a következő kráter, a fertőtető peremére. A fertőnyerekből az Ivópatak völgyében ereszkedünk, a nagy patak tetején meglátogatunk egy havasi esztenát, majd Sikaszó hegyi szorvány településén zárjuk észak-hargitai barangolásunkat. Köszöntlek benneteket itt Székelyföldön, pontosabban a Gyergyó vidékén, Gyergyó Kínfalvához tartozó területen, Kicsipónk, Düllőben. Szeretnénk kollégákkal, Jocóval meg Endrével köszönteni egy dallal titeket. Úgy gondolom, hogy egymáshoz tartozunk, egymáshoz tartoztunk, mint külhoni magyarok. Gondolok itt Kárpátaljára, délvidék, félvidékre, a csángó magyarságra. Az valamikor egy nagy Magyarország földje volt ez is. Jóban, rosszban védve, drága hazám, úgy szeretlek téged. Drága hazám, örömes, neked adom utolsó csetvérem. Még magyar kebel lehet benne szép dobó, élni fog szép hazám, míg a föld forog. Rajta ifjú nemzedék, itt az alkalom, munka és erő után a siker hatalom. Van, akinek a Kicsipónk egy világvégi tanya, másnak ez a világ közepe. Halló, tápos magyarok, ébresztő az istáló panzióból. Készül a reggeli, a kávé lefejt a csontról.
Most, hogy az esti tábortűz után füst és szénaszagúan megébredünk a híúban, már nekünk is kezd nagyszerűvé nőni a Gyergyói medence peremének ezen kicsi pontja. Sándor, tassz is le, hogy könnyebb legyen a lejárás. Jó reggelt! Jó. Ismered-e? Nem volt Facebook, az volt a baj. Hál' Istennek, következőleg egyet felszerelünk a hívba, kompútért, hogy gyertek, készül a reggeli. Vendéglátóink Péter József erdélyi gazda és barátai, Bálint Attila és Círják Endre az élő példái, a székely ember és a hargitai táj együtt lélegzésének. József, és ez miféle eszköz? Hát, havasi kürt. Fotballmeccs szurkolóitól loptam el a licencet, lemásoltam. Ott a fotballmeccsen a szurkolók kisebbet használnak, ez nagyobb meh. Mondjuk a fotballmeccsen is állatok vannak, és itt a nagyobb állatok ellen használjuk. Mostanában nem sportszerű a játék, de ezt mi a medve ellen használtuk, és a vaddisznők ellen, hogy ne túrják fel a kaszállót. Mutasd meg, légy szíves, még egyszer. Beléfúttunk, és eleinte megjettek, de már azok is megszokták. Mikor jobb volt az istálló, jobb állapotban volt, akkor feleségemmel kiköltöztünk. Tanyára, mert úgy mondom tanya, mert Magyarországon tanya, nálunk úgy mondják orotás. Van, amikor erdő volt, és az őseink levágták az erdőt, kiirtották, és felpucolták, és kaszálót csináltak, mert szürtük volt a terület, és egész nyáron itt voltunk. De sokkal. Nincs, és akkor kellett ez a kürt, hogy estén így jött, és olyan medve is volt, amelyik vérmedve volt. Bémászott a distálablakán, ott a szomszédoknál, és a trágyakivetőlikon, bémécs a teheret megette bornyustú. Ez pedig a hargitai személyi igazolvány. Minden rendes székelyembernek kettő kell legyen. Ha az egyiket menet közben elveszik, akkor a monyul a másik is, azt is veszik ki. Endre viszont azért szereti a tanyát, mert ha este oda az a sarki csárdába félhajt a garatra, akkor reggel ide jöjjön józan, hogy az erdei friss levegőn hamarabb magához tép. Azért mondja, hogy gyakrabban jár, mert én kevesebb szél járok. Veled nem esik meg ilyen gyakran, ugye? Dehogy nem. Én is időközönként vérnyomás reglálok. Másfél liter pálinkával levetetem. Aztán ha a mircét ellőttem, akkor másnap borra ledik, utána igazítsam, hogy emelje vissza a vérnyomást, ne szedülj. Visszatérve az állattartása, disznókat tartunk, van most jelen pillanatban is 5, az a 20 birka, van egy ló, a 10 tyúk, soha két puli kutyám, ennyi. Ez a Hargita északi lejtő, így a Gyergyői medencére, ugye? Ez a Hargitának az északnyugati része, itt befejeződik, és aztán ott lenyúl Kovásznáig. Hargita egyvonulata, ezt a helyet Kicsipongnak mondják, egy völgy elválasztó, azt ott pedig Nagypongnak hívják, minden dűlőnek megvan a maga neve. Ő a Nagypongi polgármester, itt a Kicsipongi polgármester. Bálint Attila, neki is van háza ideki. Ezt a legelőtt pedig kutyák Fenek, mert olyan, mint egy kiterjedt. No. Nem mondja. Ezt nyárban ott legéltetik, ősszel, mikor megkaszálódik, akkor csapják fel a pásztorok. És itt az első csúcs az ostoros? Ostoros a csúcs, ez egy vulkáni kürtő volt, ott az ördögtónak mondják, állítólag ott tört fel a vulkán. Ahány felé szélfolt a láva, annyi hegyvonulatot alakított ki magának. S most aztán mindegyik hegyvonulat vagy völgy, mindegyik ostorosnak menjen ebből kifolyólag. Na, aztán eszünk, jöttök velünk az ostorosra. Igen, Attila a főszakács. Reggeli aztán elkísérünk. Helyes. Nyakaskaraj, nálunk úgy mondják, disznóhúsból szert, be van pácolva. Megpároltuk, kisüssük, aztán pakolunk, felmenjünk ezen a gerincen, ostorosig elkísérünk. A hegynek lelke és a lábainál gyűrűző népnek a lelke összefonódott. A székelyt a Hargita nélkül, a Hargitát a székely nélkül elképzelni sem lehet. Endre, gyere te is reggelizzél! A hegyóriás kincses gazdagsága, kimeríthetetlen sok szépsége és népének szívós ereje és sokszínű lelkének ékessége annyira egymásra utalnak,
hogy csak együtt tudnak elborulni és feltermelni. Isten tartja meg a szakást, de milyen finomul megférgélte. Amilyen rejtelmes és gazdagon tagolt a Hargita világa, éppen olyan titokzatos és sokfelé néző népének eszejárása. Az adja ennek a hegyvonulatnak a különös varázsát, hogy van egy nép, amely ősidőktől fogva hűséggel ragaszkodik hozzá, és gazdagságát nem akarja kihasználni, hanem mindig csak annyit fogad el tőle, amennyi elég a mindennapi életére. De annál inkább elfogadja lélektermékenyítő szépségét, éltető melegségét és barátságát, s mint személyes hatalomnak a keblére hajtja a fejét, ölébe sírja el bánatát, s rengetegeibe zengi bele dalát. Lépjünk át a küszöbön, és kukkancsunk be végre a Hargita ősi regéket rejtő birodalmába. Ez az a havasi fenyő rengeteg, amely minden magyar embert megmagyarázhatatlanul megérint. Talán még Attila hunnyainak szelleme bolyong itt, vagy az ősi határokat védő harcosoké, netán a csillagösvényről visszavisszatérő Csaba vezéré. Nem tudni, csak érezni, hogy van itt valami varázsos vonzerő. Feljebb kapaszkodva két fenyőág között, már a szomszédos nagyhagymás legendás sziklavilága is ide köszön. Meredek az ösvény az osztorosra, de amint Tavaszi Sándor is mondja, aki szembe akar nézni ezzel a sok szépséggel, annak sok fáradtságot kell vállalnia. Láb kell, szem kell, és szív kell hozzá, mert nem vitetheti magát mindvégig. Egyszer csak a saját erejére kell támaszkodnia. Még az osztorosi legelő szélén barátaink egy nevezetes andezit sziklára hívják fel a figyelmünket. Nem egy szokványos kő. Na, úgy látom, megérkeztünk a kitervelt célpontunkhoz. Ez amúgy osztorosi legelő, osztoros tisztája. Tatár Sándor. És itt van a tatár közartalmú Sándor sírja. Hogy is van? Tatár Sándor közártalmú egyén elpusztításának színhelye. 1925. 5. hónap 14-e. És ki is volt ő? Tatár Sándor 1901-ben született. Nagyanyámék itt szolgált, már dédnagyapámnál, aztán mikor nagyobb lett, megismerte a kínfali tájakot. Itt is volt a kínfali legelő, mint marhapásztor a dédnagyapám marháival, és amikor az első világháborúból a katonák vonultak, itt hagyták a fegyvereket, és ő eldugta. És aztán, amikor elvitték katonának, nem tetszett a katonaság, megszökött, és attól tovább ilyen körözött igény volt, és neki fogott lopni. Fegyeket előtt, a tigretes meglőlek, a kínfali emberekkel annyi haragos szerzett. Megelégelték. Aztán 1925-ben, amikor jöttek legelőpucolni, ugye itt az erdőn írt, oda csatlakozott az emberekhez, hátulról a barátjaira leszettek, pisztolyjal átlütték, és utána a puskával. És itt agyon ütték, és a legnagyobb ellenség, aki az erdőpásztor, volt akkor Borka Ferenc, ő is te rá a kőre a feliratot. Ugye Jóska, van neked még itt pár hektár erdő? Az van, de az nem az enyém most, mert akik az erdőre vigyáznak, azok Bukarestben vannak, és én, aki kiütetem a csemetékét, az nem szabad bemenjek az erdőbe. A Hargita ősvadonjától elválaszthatatlan, mégis ritka kép a hegyi esztena, az ember a havason. Az osztoros kúpja 400 méterrel magasodik a vulkáni plató fölé. 2,5 kilométer átmérőjű kráterét az osztoros mellett a Veresbükk és a Vigyázókő jelöli ki. Keletről a Lokpatak vágta át, tovább mélyítve és szélesítve a kráter belsejét.
Tavaszi Sándorral hullámzunk tovább a végtelennek tűnő havas gerincén. A hargita valóban rengeteg. Ez a plasztikus kifejezés jelenti a hegynek nem csak rendkívüli nagyságát, hanem azt a sajátosságát is, hogy mint igazi hegyvonulat annyira összetett, bonyolult, hogy tele van megszámlálhatatlan útvesztővel, de tele van mély völgyekkel, szelíd hajlásokkal, óriási tisztásokkal, úgynevezett gyephavasokkal, keskeny, szűk völgyekbe zárt kiesligetekkel, de tele van hatalmas erdőségekkel, merész szakadékokkal. Bizony a jelzések olyan ritkák, hogy sokszor nem könnyű megtalálni a helyes utat. A Veresbükk után elköszönünk gyergyói barátainktól, és még mélyebbre hatolunk a vadon útvesztőibe. A vigyázókőt elkerülve a lábánál elterülő gőzös tetőre érünk, ami az osztoros tömbjét választja el a fertőjétől. A Sikaszó és a Súgó patakok forrásvidékének legelős nyergében tehén csorda nyírja a füvet. E nagyszerű vadonban Isten eszméje mellett közvetlenül megjelenik az ő legnemesebb teremtménye, az ember. Mert a domb tetején számos forrás által öntözött bujagyep van, hol furujáló pásztorok gonnoksága s ugató kutyák örködése alatt nyájak legelésznek, melyeknek kolomb zenéje hangzik e költői magányban. Mély megható képe ez a nyugalom és boldogságnak, s itt valójában szabad, független és boldog az ember. Csak itt, a jótékony természet keblén találja fel a békességet, nyugalmat, melyek az ember lakta vidékről már régen elköltöztek. Fájdalom, hogy az, minek mindenütt lenni kellene, csak itt található fel. Ahogy a gerincen maradva a következő vulkáni masszívumra kapaszkodunk, mintha varázsütésre megnyílna a szélkapu, kegyetlen, erős széllökések nehezítik utunkat. Átvágva a Komsán, majd a Kishavason, felérünk végre a fertőtetőre, ahol már kinyílik a táj. Dús legelők takarják az elnyúló csúcsplatót, még nagyobb teret engedve a viharos szélnek. A fertőtető krátere szinte felismerhetetlenségig roncsolódott. Minden esetre nagyszerű innen a kilátás a központi Hargita vulkáni kupjainak sorozatára, többek között a Rákosi és a Madarasi Hargitára. A fertőnyereg már az északi és a központi Hargita határát jelöli. A vízválasztóról a fertőkráterét átvágó ivópataka völgyébe ereszkedünk, a hegy menedékesebb nyugati oldalára. A régi lávaárkon lefelé ballagva egyre hangosabb kolomszó hívogat. Marosi Levente épp behajtani készül az állatokat. Csatlakozunk a nyájhoz és pásztorához, hogy a nagy patak tetején fekvő esztenán közelebbről is megismerkedjünk e havasi életformával. Pásztor életben az a nehézség, hogy az ember néha-néha egyedül marad. De megvan a szépsége is neki. Hát szép. Szép bizony. Unalom nincs. Hát unalom nincsen, de azért van benne nehéz is, szép is. Ez nyári szállás? Ez nyári szállás. Májustól szeptember végéig vagyunk itt az állatokkal. És akkor költözünk haza. Csak juhok és kecskék vannak? Csak juhok és kecskék. Farkasok? Farkasok azok vannak, járnak, fognak. Legutoljára mikor volt vele? Vasárnap fogott meg egy birkát a farkas. 3 hete 1 bárányt. Ennyi a nyári kár. Medve?
Medve is jár, de medvekár nincsen. Hogy telik a napom? Igen, igen. Reggel nálunk akkor van, amikor annyira lehet látni, hogy a fának nem mész neki. Ott nem nyolcok, nem nyolcok kellnek? Nem. Hát most 5:30, 6:30 kerek. Kijövök, tüzet gyújtok, vizet teszek oda, hogy melegedjen, hogy a fejvedényeket lehessen elmosni. Kávét lefőzöm, kávézzok, pálinkát iszok, olyan 6 óra, 10 perctől 7:30 a fej is. Akkor elszűrjük a tejet, megótom, amiből lesz a sajt, akközben még egy kávé lefő. Még egy pálinka? Még 2-3 pálinka. Reggeli, ami ma nem jött össze, és akkor engedni ki az állatokat. Akkor kint lenni az állatokkal kín. Egész nap? Kint, 3:30-4 szoktam bérekezteni, egy kicsi pihenés, 4 órától fejés. És ugyanúgy folytatódik. A tej megszűrése, megótása, sajtcsinálás, ordafőzés, egy kicsi pihenés, megint elengedem az állatokat. Este sötétig, 9 óráig kín vagyok az állatokkal. Akkor 9 óra körül rekeztek, ha van kedvem, vacsorázok, ha nem fekszek le, és pihenek. Önfenntartóak vagyunk. Meg van termelve minden, amire szükség van. Hát a tejtermék, a hús, az megvan. Amit meg kell venni, az a cukorolaj, és ritkán kenyér, mert sütünk is. Mi is megérztünk a túralba, úgyhogy ezt a sajtot megkóstolnánk. Meg lehet kóstolni nyugodtan, én már kóstoltam. Van lehetőség. Van lehetőség. Na, hát van. Akkor azt megköszönnénk. Két csirkes, egy ló. Köszönöm. Még arra sincs szükség Székelyföldön, hogy ismerős légy. Mert itt az ősi erények honában, bárhová térj be, még a legszegényebb földész is szívesen lát, s megosztja vendégével utolsó falatját is. Miért, ha pénzzel akarnád jutalmazni, sértve érezné magát. Maguktól vállapnak ki a meddő maradt kint, fejő megy be. Miután belakmároztunk, azért illene azt is megnézni, honnan kerül a jó kis tej, amiből aztán ez a sok ízletes tejtermék lesz. Nem kell mozogni. Állhatod, de nem kell mozogni. Ha lássátok, a likon mindenki jön ki, ezt fogja vinni. Ezek a finomságok nem kerülnek nagy áruházak polcaira, így nem laboratóriumokat és kémcsöveket kell keresnünk. Elég beleszippantanunk a friss havasi levegőbe, s átsétálnunk ide a karámhoz, hogy megtudjuk, honnan ered a friss tej. Menjön le egy alattó tej, így egyszerű fejésköt. Hát májusban van olyan kecske, hogy ott nem hármat, de azért jó két liter tejet, jó két liter tejet ad naponta egy kecske. De kell, amikor kétszer le. Igyelem. Aki ilyet kóstol, nem biztos, hogy többé megbírja inni a múltig tejnek csúfolt kocsvalékait. Nagyon szívesen! Olyan, mint a tejszínom lenne. Az is van benne. Nagyon jó. Nem jó? Nagyon jó. Minden jót nektek! Jó utat! Újabb útravalóval gazdagabban indulunk tovább Sikaszó felé. Túránk végén, amint a Sikaszó patak völgyében, a szorvány település házai között még utoljára kitágul a táj, újra csak meg kell állapítsuk, a Hargita tényleg szent hegy. Ahova bárhonnan is érkezik, az ember mindig hazatér. Napokat, heteket lehetne a Hargitán eltölteni, s mindig új és új látnivalókkal mulattatna és tanítana, s eközben mind több nyugalmat és békességet ajándékozna, különösen annak, aki őszintén és mélyen tudja szeretni. A tetők általában csak azokat szeretik, akik őket szeretik. Szeretetüket azzal mutatják meg, hogy keblükre ölelnek és elkezdenek beszélni a maguk nyelvén. Beszélnek a maradandóságukról, de beszélnek ugyanakkor a mulandóságukról, s eközben magukon túlutalnak a felettük elterülő ég örökké valóságára, s arra, aki jelen való erejével teremt és fenntart mindeneket.
Mert ez az utolsó szó, amit kimondhatatlan nyelvükön beszélnek, mert minden, amit mondanak, az mind az utolsóra és a végsőre vonatkozik. Milyen jó is lenne, ha a völgyekben lakó emberek többet beszélnének a hegyekkel, és többet hallanának a hegyek beszélgetéséből.